a hagyományok és a vallások az ellentét és a szembeszegülés erőinek neveznek, épp úgy transpersonálisak, tehát személyfelettiek, mint maga az istenség, fenntartva azokat a lehetőségeket, hogy egyfelől személytelenül, másfelől személyesen nyilvánuljanak meg. Tehát nem lehet felvetni azt, hogy a sátán vagy személyes, vagy személytelen. Az ellentét erői megnyilatkozhatnak személytelen erőként, és megnyilatkozhatnak lények, személyek formájában egyaránt. Jakob Böhménél már felmerül az, hogy az ellentét erők forrása voltak éppen Isten. Az Istenben lobogó fekete láng és más hasonló megfogalmazások arra utalnak, hogy a legvégső forrása minden szatanicitásnak tulajdonképpen Istenben van. Hogyha a legradikálisabban tradicionális szemléletet tesszük magunkévá, akkor úgy kell fogalmaznunk, hogy az átma vagy brahma önmagától eltávolította. Ez az eltávolítás jelenik meg egyébként az Isten emberi inkarnációban is, amikor Isten önmagától fiúként vagy Visnuként disztanciálja, és így jelenik meg a világban, a különbözőséget és az egységet fenntartva. Ez a önmagától eltávolító aktus nem áll meg szükségképpen azon a fokon, amely az avatárákra, az alászállásokra jellemző, a fiúságra jellemző, aminek a lényege a tökéletes tudati kontinuitás fenntartása. Ha ezt a kritériumot nem állapítjuk meg, akkor tulajdonképpen minden ember avatára lenne. Sőt, minden létező avatára lenne, minden entitás, ami a világban megjelennek, mind avatárai entitások. De erről természetesen szó sincs, és szó sem lehet. Az avatára egy fenntartott tudatot jelent. Amikor az Istenség önmagától disztanciálja, ennek van egy olyan változata is, amikor a tudati kontinuitást egy egész csekély mértékben fellazítja, majd önmagától eltávolítottságában önmagával szembefordítja. Ez az önmagával szembefordítás tulajdonképpen a legmélyebb értelme és lényege minden sátáni manifestációnak, mert a továbbiak, a további formák, hogy ez az elv, ez a principium, ami mondom egyfelől egy principium, másfelől egy erő, ismét másfelől egy személy, milyen módon fejti ki az aktivitását és milyen fokozatokon, ezek már derivátumok. Hogy elsősorban a szellem felé irányul ez az aktivitás, vagy a lélek felé, vagy a test felé, hogy az emberi struktúrának milyen mélységeit érinti meg, ez már különböző funkcionális differenciáció. A szatanicitás lényege az önmagával szembefordító istenség. Ennek a miértje egyfelől nincs, másfelől csak is a metakozmikus játékkal, a lílával hozható összefüggésbe. Ez egy játék. A sátáni megnyilatkozásban ez már nem teljesen játék. A sátáni megnyilatkozás teljesen komolyan veszi önmagát. És végül az emberben, vagy a létezőkben, de legelsősorban, és bennünket érintően legelsősorban az emberben, ez már egyáltalán nem játék,
Ez a legkeményebb valóság jelenik. A sátáni erők, lények, személye, formációk kettős szándékot hordoznak önön meglétük elismertetésével kapcsolatban. Egyrészt a Isten tagadása mellett a sátán tagadása egy határozott, szatanisztikus beavatkozás. Tehát vagy azt akarják ezek az erők, hogy önmaguk meglétét nemlegesítsék, hogy a tudatokból kiüzessék a sátáni meglét valósága, hogy ne legyen, hogy tagadják a sátánt, vagy jelentéktelennek tekintsék. Ez az egyik verzió. A másik az, hogy hipertrofikus jelentősége legyen a sátánnak. Tehát, hogy felnagyított legyen a jelentő. Vagy ne legyen, vagy felnagyított legyen. Itt tulajdonképpen az lenne a feladat, az emberi feladat, hogy itt megteremtsen egy egyensúlyt, a sátán valóságának több rétű, tehát személytelen személy valóságának a, és a többféle sátáni megnyilatkozásoknak az együttes elfogadása, elismerése, tételezése, felismerése, másfelől, hogy ennek túlzott jelentőséget mégse tulajdonítson. Még további feladatok is vannak természetesen ezzel kapcsolatban. Az egyik alapvető sátáni megnyilatkozás az, amiről minden időkben beszéltek a hagyományok, és amelyről a legutóbb megjelent Génonféle könyv is több ízben hivatkozik erre a megnyilatkozásra, az az, hogy sátán, a sátán Isten majma. Tehát Isten az isteni megnyilatkozások utánzását hajtja végre, nehezen felismerhetően, de felismerhetően, mert torzítja ezeket a megnyilatkozásokat, de tegyük még hozzá, hogyha valami időbeli megnyilatkozások esetében, pedig megelőzve a magas rendűt és istenit, nyilvánítja meg önmagát. Amikor a tradíciók és a tradicionalitás ereje, átható jelentősége megszűnt, és a tradíciót, mint létszemléletet megfogalmazva, határozottan bele kellett vinni a világba, mert valamikor nem megfogalmazottan a tradíció élt. Egy bizonyos idő után csak a maradványai éltek. Ebben a században azonban ezt megfogalmazva be kellett vinni a világba. Méghozzá a tradíciók egyetemességét, a tradíciók egymással való összekapcsoltságát, a tradíciók jelentőségét a vallások hátterében, ezt meg kellett jeleníteni, megfogalmazni, világossá tenni. Ezen közben igen nagy mértékben hivatkozni nyugaton is a keleti, tovább megőrzött tradicionális volt. Ezt valami megelőzte. Megelőzte, tehát korábban megjelent, mint a tradíció megfogalmazott, mint egy létszemléletté tett formái. Előbb megjelent ezeknél, és nem csak, hogy előbb megjelent ezeknél, majdnem úgy jelent meg, mint az igazi tradicionalitás, de utánzatként torzítottan. Amit a teoszófiai társulat képviselt például, az jellegzetes módon a sátán, mint Isten majma értelmében a tradicionalitás megfogalmazott megjelenése előtti kvázi tradicionális jelenségként vetült fel a főképpen nyugati ember előtt, de nem csak. A felületes szemlélő
igen sok hasonlóságot találna a teozófiai társulat által képviselt elvek és a tradicionalitás elvei között. Felették sok hasonlóságot. De a háttérben észre kell venni azokat az igen mélyreható különbségeket is. Ez nem csak a dolog komolysági szintjén függ össze, nem csak azzal függ össze, hogy a tradicionális létszemlélet meghatározó alakjai nagyobb személyiségek voltak, mint a teozófiai társulat meghatározói. Hogy nagyobb tudással rendelkeztek, magasabb intelligenciával, fokozottabb intuitív kvalitásokkal, hogy az egész dolog sokkal komolyabb volt, nem ez a lényeg, hanem tulajdonképpen meg kell nézni, hogy a teozófiai társulat mit tanított, mire irányultak a tanításai, és mi volt az, amit mindenképpen el kellett fogadni. Az emberek egyetemes testvériségét kellett egyedül elfogadni. Semmiféle más tanítás jelenet. Ezt elvárták. Tehát egy olyan elvet, amely elv ugyan, mint elv, igen régi, de amely elvet tulajdonképpen a francia forradalom vetett fel és tevődikussá. Ugyanis ezek az elvek, hogy testvériség és szabadság és proporcionális egyenlőség, proporcionális nem teszik hozzá, ezek tulajdonképpen tradicionális elvek. De úgy, ahogyan ezek megjelentek, hogy a leghatározottabb antitradicionalitást reprezentálták. Ugyanis ezek uralkodói fokozatokra vonatkoznak. Királyi karakterű rendekre, amelyeken belül valóban testvériség volt. És az azonos fokozaton állók között egy approximatív és proporcionális egyenlőség. És a rend mellett szabadság. Hogyha ezeket kivitték a világba utánozva, mert ez egy utánzat. Isten majmának az isteni létrenddel kapcsolatos elveinek az ördögi és eltorzított megnyilvánításai. De ugyanígy például a konkáv pentagonogramma, az ötágú csillag, amely valamikor a teurgikus mágiának volt a szimbóluma, ezt a szimbólumot a szabadkőművesség kisajátította, majd ezt a bolsevizmus átvette, majd a bolsevizmus lefelé fordította, ezzel valóban kifejezve a démonomágiának a tendenciáit, mert a megfordított, egyébként lefelé fordított pentagonogramma, ötágú csillag a démonomágiának a szimbolikus emblémája volt. 17-es forradalomban nagyon sokszor így jelent meg. Majd azután ezt ismét visszafordították. Ezek egyáltalán nem véletlenek, és ezeket nagyon is meg kell figyelni a világban. A pseudotradíciónak, amely mindig előkészítője, vagy előkészítője lehet az ellentradíciónak, az a legpregnánsabb jele, hogy nagyon hasonlít ahhoz, ami tradíció. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne észrevenni. Akinek azonban e tekintetben nem elég éles a látása, az végül is nem veszi észre ezeket. Ezeket észre lehet venni torzított voltukból. Hogy valami eltorzult. Valami olyat képvisel, amely mint egy végtelenítve és felfokozva azonnal megmutatná tulajdonképpen ezt.
az antitradicionalitás kifejezetten sátáni manifestáció. Mert a különböző sátáni karakterisztikumok egymástól erősen eltérő sátáni karakterisztikumok különböző értelemben megjelentek. Például az antroposzófia, amely maga is egy sátáni produktum különben, felveti nem originálisan a bipoláris, később tripoláris ördögöt. A bipoláris ördög az antroposzófiában Lucifer és Arina. Ez visszavezethető a Schmitt-Jenő Henrik, Erwin Heinrich Schmitt-féle gnoszticizmus két ördögére, a Mammon és Da és Belialra. Mammon felel meg az antroposzófiában Arimannak, Belial Lucifernek. Schmitt-Jenő Henriknél azért ez a két kifejezés egy kultúrkörből származik, Steinernél nem. Lucifer, Ariman, és a harmadikként később még az Aszúrákat is ide soroltam. De voltak a középkorban és a koraújkorban olyan komoly színvonalú és tradicionális karakterű leírások különböző körökön belül, amelyek például 8-féle ördögről, tehát oktopoláris ördög relációkról beszéltek, és ennél még magasabb számok is megjelentek. Ez nem azt jelenti, az ördög, nem az ördögök egyszerű száma, mert szintén középkori leírásokban meghatározhatatlan számú, meg 10 000, meg millió, meg egy nagyságrendű ördögről beszélnek. Itt tulajdonképpen az ördögi aktivitásoknak a száma. Tehát mondjuk úgy, hogy az ördög seregeknek a száma. Ördögi hatalmaknak a száma bizonyos esetekben akár mondom például 8. De mindegyik visszavezethető arra, ha mondhatjuk így, hogy primordiális szatanicitásra, ami az önmagát önmagával szembefordító istenségből következik. A különböző okkult irányzatok, mondjuk inkább úgy, hogy okkultista irányzatok, szinte kivétel nélkül ilyen démoni ördögi nyilatkozások. Azért, mert amit képviselnek és amit a világban hisznek, az bizonyos tekintetben igaz. Az okkultizmus azt jelenteni, hogy az okkult valóság meglétének, vagy lehetőség szerinti meglétének az elismerése, akkor azt kell mondanunk, hogy mi is okkultisták. De nem erről van szó, nem pusztán ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az empíria, feletti empíria által megragadható valóság mindenek fölé helyezése, és az erre való tudati irányulás végletekbe menő forszírozása. Úgy, hogy közben a valóban metafizikai, annak mindkét szintje, tehát az, ami a természetieken túlival kapcsolatos, és az ennél is magasabb szint, ami a létezőkön is túli, ez szoruljon háttérbe, teozófiai társulat, vagy iktatódjék teljesen ki Steiner Jánosát. A legújabb irányzatok pedig jellegzetesen és mérhetetlenül silány, banális módon prezentálják önmagukat. Tehát a legújabb irányzatok a korábbiakhoz, tehát a Theosophical Society által képviselt, vagy a Anthroposophical Gesellschaft által képviselt irányzatokhoz képest mérhetetlenül gyengék. Ugyanis ezek azért valamit adtak önmagukra. Adtak arra, hogy valahogy színes és élő és gazdag legyen az, amit a világ felé nyújtanak,
A legújabb irányzatok azonban erre semmiféle súlyt nem helyeznek. Szóval teóriáik azok vackok. Ezzel szemben sokkal nagyobb súlyt helyeznek a praxisra. Míg a többi irányzatnál a praxisról főként beszéltek, ezeknél a legújabb irányzatoknál a praxis valóban megvan. Van szellemi, vagy lelki-szellemi, vagy testi-lelki-szellemi praxis, ezeknél az irányzatoknál határozottan, és részletekbe menően, és erőltetve, és mindent erre összpontosítva meg. Hogy ezeknek azután mi lesz az eredménye, erre nem mondom, hogy az kétséges, mert nem kétséges. Hogy ezt valaki nem elkezdi, és nem hagyja abba azután sűrűből sem, akkor ezeknek nagyon is messze menő eredményeik lesznek. Rövid távon, még relatíve és részleteiben akár pozitív, de megjelölhető eredmények. Középtávon és főképp hosszú távon azonban rendkívül veszélyes, nagyon súlyos, korrigálhatatlan defektusokat okozó eredmények lesznek. A szatanicitás erőteljesen összefügg olyan sátáni, vagy mondhatjuk, hogy egy ellenistenségi megnyilatkozásokkal, amelyek a feloldódással állnak összefüggésre. A feloldódás ellenistenei, ez egy tradicionális elhúz. A feloldódásnak ilyen ellenistene, istennője volt például Hekate. Volt és van. Mudévi. Vagy a kiegyensúlyozatlan Káli. Azért mondom, hogy kiegyensúlyozatlan, mert Káli alakja, arra is sötétet jelent. Szoros kapcsolatban a Kali Yugával, mert az rövid Kali Yuga, és Káli, Isten, Káli Dév. A Káli pozitív jelentőség is lehet, ha kiegészül egy adekvát Shiva átéléssel. Ugyanis Shivának az egyik saktiát, vagy a sakti egyik arcát Kálinak nevezik. A Shiva és Káli kiegyensúlyozottságban van maga megfelelő értelmében. A kiegyensúlyozottság itt azt jelenti ebben az esetben, hogy Shivának sokkal nagyobb a centrális jelentősége. Mert a kiegyensúlyozottság nem materiális hasonlatokkal megragadható egyensúlyt jelent. Mert ez az egyensúly csak valóban mérlegeknél van meg. Jön a természeti világban sincs meg. Mondjuk a szervezetben a kálium és nátrium egyensúly az nem ugyanannyi mennyiségű káliumot jelent, mint nátriumot. Tehát még a legmateriálisabb materialitás szintjén sem így történnek a kiegyenlítések. Itt a helyes egyensúly tulajdonképpen Shiván a feltétlen pillanatosság. Most vannak leszakadó vallási irányzatok, amelyek tulajdonképpen, ha teoretikusan nem is feledkeznek meg Shiváról, praktikusan igen. Tehát ezek az egyoldalú, káli irányú deviációk. Nagyon sokféle ilyen különös eltérés van, ezek egyrészt a feloldódással kapcsolatosak. Azután vannak olyan sátáni aktivitások, amelyek tulajdonképpen a szexusbeli homotartozás vonatkozásában jelennek. Az egyik ilyen a féminizálódó férfi,
a másik a maszkulin vonásokat felvevő nő, a különböző irányból való megközelítése a gynandromorfiának, a félig férfi, félig nő alakzatnak, amely teljes mértékben különbözik az androgynosztól, vagy a hermafroditosztól. Egyébként a maszkulin, sőt virilis, kettő nagyon különböző irányba is lehetséges, és erőkkel együttesen indít, és végül teljesen elvisz egy másik irányba. Ezt nevezik a titáni deviációnak, ami egy eltorzult szolaritás, amely végül is az igazi virilitásnak ellentmond, hanem maszkulin és alsó szintűen virilis kvalifikációkat mérhetetlenné fokoz. Ez a titáni deviáció. Voltak bizonyos népek, amelyeken ez uralkodott, például a tatárokon. Egy bizonyos korszakban. Meg úgy tangenciálisan a magyarokban is. Időben. A titáni deviáció. Tehát ez a férfias és akarati, tehát a legpozitívabb kvalitásoknak egy nem magas szinten való túlfokozása. Minden harcias, lovagi és heroikus. A lovagit azért említem, a lovagi funkció a harciasságnak a heroicitásra való transzmutálása. Minden ilyen vonalnak megvan az a veszélye, hogyha nem igazán spirituális módon mennek végbe az átalakítási folyamatok, hogy akkor egy ilyen titáni eltévejedésbe tolódik a folyamat. Ennek partikuláris megnyilvánulásai tulajdonképpen mindjárt korban és mindig felbukkantak, bizonyos esetekben szélsőségesen. Az, amit például a kereszténység populáris, vagyis csak nem kizárólagos formáival bűnként vagy bűnökként vett fel, azok olyan területek, amelyeken kétségtelenül a szatánikus támadások lehetőségei fokozottak. Tehát különösen nagy esély van arra, hogy a bűnökként megjelölt területeken, vagy az ezekkel kapcsolatos tiltások területén különböző parancsolatok vonatkozásában ezeket megtaláljuk. Azok valóban lehetőségek arra, hogy ott olyan vonzások lépjenek fel, amelyek vonzása a sötétség világából érkezik a lelki tudat felé. A sötétség világát mindenkinek egyes szem első szemében kell fogalmaznia. A sötétség világát önmagának hordozni. Mert legvégső és mindent megelőző értelemben végtelen személy felettiség értelmében én magam vagyok az, aki önmagamat önmagamtól disztanciálom, és aki önmagamat önmagammal szembefordítom, vagyis én magam vagyok a kísértő is, és a megkísértett is. Ahogy a kegyelmet is én magam adom önmagamnak, a kísértő is én vagyok, és a megkísértett is én vagyok. Ahogyan a Genezis könyvére vonatkoztatva, én vagyok az Úr, és Ádám, és Havva, és a kígyó, és az Éden, és a kerúb, aki
kiűz engem a paradicsomból. És én vagyok Káin, és én vagyok Ábel. Mindig rólam van szó. Nem rólam, mint szeméről, még csak nem is rólam, mint saját szeméről. Nem rólam, mint a létalaj. Tehát a sátáni ős principiumot, ahogyan Bőme mondta, már Istenben fel lehet fedezni. Tehát sátán és az Isten valahol egy. De a lényeg az, hogy én valahol, lényem legmélyén, azonos vagyok Istennel, így módon vagyok azonos a sátánnal is. Tehát én vagyok a sátán, és én vagyok az, aki ellen a sátán tevékenysége elsőrendűen irányul. Ha ez nincs kimondva, akkor ez nem tud igazán metafizikai tradíció lenni, akkor ez megmarad a vallások konfesszionális szintjének, a még alsóbb alszintjeinek a körében. Vagyis ha úgy tételezem fel, hogy itt minden másról szól a szent könyvekben, a tanításokban, mindig csak valakikről, valakiről vagy valakikről, és ezt nem átmeneti fokozatként fogom fel, hogy azután majd ebből megtegyem a lépést önmagam felé, hanem így tartom fenn, és így tartom fenn továbbra is, és mindig, akkor ez alkalmas ugyanarra, hogy az általános, társadalmi, országos világra kiterjedő életvezetési rendeket valamilyen mértékben és értelemben kordában tartsa és harmonizálja, de ennek semmiféle realizációs konzekvenciája így módon nincs. Ezért mondtuk több ízben, hogy amennyire az emberek általános életét tekintve hallatlan különbség van a legegyszerűbb vallásosság és a materialista ateizmus között, a legegyszerűbb vallásosság javára, és ez nagyon határozottan és ismételten, aláhúzottan állítjuk, és soha nem térünk el ettől, ugyanekkor a megvalósítás, a metafizikai megvalósítás vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb rendű idealisztikus filozófia és a legmagasabb rendű vallásosság ezzel összefonódva még mindig mérhetetlen távolságban van lefelé, kifelé és lefelé, ahhoz képest, amit egy szolipszisztikus hiperfilozófia jelent, és amit egy realizációra alapozódó metafizikai tradicionalitás. Tehát vizsgálni kell, hogy mit, hova, merre, milyen értelemben vonatkoztatok. Kétségtelenül igaz az is, hogy vannak olyan vallási formációk, amelyek már önmaguk ellenében vagyis az ellen működnek, amire a vallásra irányulnia kellene. A tradíciót közvetlenül meg nem jelenítő vallás ideális esetben egy előfok. Egy olyan fok, amely vagy átmeneti, a magasabb rendi ember esetében átmeneti, vagy végleges azok számára, akik ennél magasabbra képtelnek. Ez sem egy megvetendő fok. Aki ennél magasabbra képtelen, az legalább ezt kísérelje. Ha nem teljesen gyenge elmény, akkor talán a magasabb rendű ember ezt a religiózus, konfesszionális fokot csak átmenetként tarthatja meg,
időlegesen, azután túl kell lépnie rajta. Ugyanis a megvalósításnak az a lényege, hogy saját személy önmagamból, abszolút a személy feletti önmagamhoz eljussak. Itt minden én vagyok. Aki eljut, az is én vagyok, ahonnan eljut, az is én vagyok, ahová eljut, az is én vagyok, aminek a révén eljut, az is én vagyok. Hogy önmagamból, önmagamhoz ezt az utat, amit jelképesen út és sok másképpen is nevezhet, önmagammal változtas. Saját személyi önmagamat végtelenül személy feletti, abszolút önmagammá változtassa. Ez a megvalósítás lényege. Minden igazi megvalósítási út jóga például ezt jelentette. Más és más metodikákat követve, de tulajdonképpen ezt jelentette. Ez az igazi és adekvát praxis. Az inadekvát és sátáni praxis pedig azt jelenti, hogy ennek az ellenkezőjét véghez vinni. Önmagamat önmagamtól, de nem úgy, ahogyan az Istenség teszi, hanem az uralomnak a végképp kiengedésének megfelelve véghez vinni az önmagamtól önmagamtól való eltávolítást. Nem uralva, nem úgy, ahogy is, nem disztánciálva, de tartva az egységet, hát tulajdonképpen önmagam elveszítése. De miután itt nem ezek az irányzatok, sátáni irányzatok nem elégednek meg azzal, hogy most egyes szem első személyen beszélek ismét, hogy én önmagamat privátin elveszítsem, hanem azt akarják ezek az irányzatok, hogy az elveszítésnek valamilyen generális vagy univerzális módja menjen végbe, és még többször utaltam rá, hogy a halál előtt így módon bele legyenek víve olyan létsíkokba, létállapotokba és tudatállapotokba, amelyekben az intempore megszülés nincs el. Tehát egy intempore karakterű, időbeli karakterű megszülést belevinni olyan létállapotba, amelyben az időbeli megszűnés nincs jelen, csak a contemporary megszűnés. Ezzel azt a létállapotot, tudatállapotot, világot, mint egy okkult módon meg lehet mérgezni. Miért érdekik ezeknek a hatalmak, a erőknek, köröknek? Nem érdekik. Az érdek szó egy teljesen földi emberi és azon belül is alacsony szintű. Semmiféle érdeke nem fűzött. És érdek. Ez egy külön egy szatanisztikus félrevezetés. Hogy egyáltalán ez elterjedt. Már beszéltem különben arról, hogy általánosan el van terjedve. Az mindenki azt mondja, hogy a legfontosabb a gazdasági tényező, a gazdasági helyzet. Ebben nem az a ördög, ez igaz vagy nem igaz, mert nem igaz. Hanem ebben az az ördögi, hogy ez tulajdonképpen valahol mindenki tudja. De ez igazából nem fontos. Vagy nem annyira fontos. Ennek ellenére mindenki, szajkók és papagájok mondják ezt is, hogy legfontos, nem hiszi, legfontosabb a gazdasági helyzet. Nem néznek más bizonyos körök, csak a saját érdeküket. Ezek nem igazak. Ezek tulajdonképpen nem igaz dolgok. Nem arról az, hogy semmilyen jelentőségük nincs, ezek van. Nem úgy, mint, nem csak az, hogy nem olyan mértékben, nem úgy, ahogyan ezt mindenki mondja. Azért a legfontosabb a gazdasági tényező és a gazdasági helyzet, mert mindenki azt mondja valóságos belső meggyőződése nélkül, de tántoríthatatlan ugyanekkor, hogy ez a legfontosabb. Nem ez a legfontosabb. Tehát a sátáni erőknek ebben semmiféle érdekük nincs. Miért
Ezért kégyilkol a kégyilkos, mert ez neki érdeke. Neki nem érdeke, hanem ez neki a szentetélye. Jól érzi magát közben? Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem. Van, akinek az a szenvedélye, hogy ehetetlenül erős paprikát fogyasszon. Ezt tulajdonképpen nem szereti csinálni, de valahol mégis szereti. Ez nem egy olyan közönségesen jó. Áttételesen, igen, sem. A kényilkos is így kényilkol. Nem szereti nagyon csinálni, de azért valahol hiányozni. Nekem mégsem csinálni. Vannak olyan emberek, akik például dühöngeni szeretnek. Szóval, de ez sem igaz, hogy szeret. Tulajdonképpen nem szeretnek, szenvednek tőle, de nem bírják ki enélkül. Szóval ezek az erők tulajdonképpen egy olyan mániát képviselnek, amely mánia mániák felkeltésére irányul. Ennek nincs racionális miértje, hasonlítana a lílához, de miért nem az? Mert a lélá végtelenül szabad, és ez pedig nem az. Bizonyos szintekre irányulóan szabad, de mélyén, lényegét tekintve egyáltalán nem szabad. Ezért különbözik, hogy messze menően az igazi. Ez valóban egy ellen lélá, amely folyamatokban a spontaneitásnak szerepe van. De ez nem a szabadság spontaneitása, hanem az alulról vezérelt, alsó erő betörésével kapcsolatos létesülések, amelyekben, miután az eredők tisztázatlanok, ezekkel kapcsolatban a spontaneitás benyomása alakul ki, olyan, mintha spontán lenne. Csak kétféle spontaneitás van. A szabadság tiszta spontaneitása és az iránytlan spontaneitása. Vagy a kétféle esetlenség van. A szabadsággal összefüggő kontingencia és az alsó erők által mozgatott kontingencia. A sátánt olykor a kígyóval, olykor a sárkánnyal hozzák összefüggésbe. A belső és kelet-ázsiai tradíciókban kétféle sárkányt különböztettek meg. Az egyik az égi sárkány, ott a fényerőkkel kapcsolatos. Nemű, sőt, virilis sárkány. Valamint az alsó világokkal, a vizekkel kapcsolatos nőneműség. Azt nyugaton is egyébként, amikor még ezekre adtak, pontosan tudatosítva volt, hogy az a sárkány, amivel szemben állunk, hogy le kell győzni, amivel Szent Mihály arkangyal küzd, amivel sárkány ölő Szent György lovak küzd, az nőnemű sárkány. Tehát eredetileg tudták, hogy van egy másfajta sárkány is, de ez a másfajta sárkány, ez elenyészett. Ennek nem lett jelentőség, és mint egy elem. Tehát a sárkánynak a legmagasabb rendű pozitivitást és a legsötétebb negativitást képviselni. A sárkányt hol kell legyőzni? Mindenek előtt önmagunkban, és még inkább mindenek előtt önmagadban. És azután mindenütt. Bárhol is ölöm meg a sárkányt, önmagammal öltem meg. Szóval a lét minden formációja tudati formáció.
mindazonáltal megkülönböztethetünk valóban olyasmit, ami annyira szorosan hozzám tartozik, az úgynevezett belső világhoz, és ami nem tartozik annyira szorosan önmagam centrált átéléséhez, és ezt nevezünk, hogy úgynevezett külső világnak, ami nem teljes. Helyes megtudatkoztatások ezek, de valamilyen mértékben értelme lehet ezeket. Tehát a sárkány létforma az emberi lehetőség világgal kapcsolatos. A sárkány a szatanicitásnak az a formája, amikor végül álmából felébred, hogy rohamszerűen és pusztítóan iratkozni. Az égi sárkány az ember-ember feletti megdicsőülésével kapcsolatos. A visszatéréssel. A helyreállítással. Ez a sárkány a nyugalmat képviseli. A végtelen fensőbséget és a nyugalmat.